Sziasztok, ez itt a Shadow University. Előjáróban meg szeretném nektek köszönni azt a sok kommentet, amit írtatok, hogy mégis milyen karaktert mutassak be nektek. Eldölt hát, hogy a következő karakter nem más lesz, mint Reptile. Nem. 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 Ő. Nem is húznám tovább az időt, csapjunk be! Reptile még csecsemőkorában kerül Shao Kahn udvarába, ahol a természet adta rejtőzködő képességei miatt már ifjú korától kezdve kémnek nevelték. Reptile sose tudta meg, milyen fajba tartozik, csak annyi volt biztos a számára, hogy nem külsővilági, édeniai vagy bármely más emberszerű nép tagja. A harcos hamar Shao Kahn egyik kegyeltjévé vált, köszönhetően páratlan képességeinek és a császárhoz való feltétlen hűségének, ami szinte példanélküli volt Shao Kahn alattvalói között. Ezért a császár őt küldte ki, hogy csatlakozzon Shang Tsunghoz a földön, és a varázsló szolgájaként tartsa szemmel a halálos viadalok eseményeit, de ő maga lehetőleg ne folyjon bele a harcokba, helyette inkább jelentse neki Tsung minden lépését. Reptile odaadással teljesítette ura parancsát, és bár mindent megtett, hogy megfelelő módon szolgálja új gazdáját, nem feledkezett meg a feladatáról sem, és részletesen beszámolt a varázsló minden tettéről a császárnak. Az uralkodó így értesült Goró herceg és Shang Tsung vereségének minden részletéről, hiába tett meg mindent a fővarázsló, hogy elhárítsa magáról a felelősséget. A külső világban rendezett tornán Shao Kahn minden lehetséges előnyt ki akart használni a földdel szemben, ezért Reptile-t is arra utasította, vegyen részt a viadalon. Cserébe azt ígérte, hogy felfedi a hűlő előtt származása valódi körülményeit, ha megfelelően teljesít a harcok során. Reptile mindent meg is tett, hogy örömet okozzon az urának, ám végül a társaival együtt kudarcot vallott, és a föld bajnoka Liu Kang aratott ismét győzelmet. Reptile ekkor sok más harcossal együtt kegyvesztetté vált az ura szemében, de nem sokkal később alkalma nyílt kiengesztelni a császárt. Az azzal bízta meg őt, hogy kísérje el Jade-et a földi birodalomba, és kutassák fel Kitana hercegnőt, mielőtt az elérni a frissen feltámasztott Szindel királynét. De Reptile külön parancsot kapott a császártól, mely szerint bármi is történjék, Kitanát nem szabad élve elfogniuk, továbbá figyelmeztette őt arra, hogy ne bízzon meg Jade-ben, és kezelje őt óvatosan. Az intés igaznak bizonyult, mert amikor Reptile egy kis időre elszakadt a nőtől, azt megkörnyékezte Kitana, és Reptile végighallgatta, amint a hercegnő rábeszéli Jade-et, hogy csatlakozzon hozzá. Reptile ekkor megpróbált Lashből rátámadni mindkettejükre, de a két nő legyőzte őt, majd hátrahagyták halálosan megsebesülve. Reptile azonban nem halt meg, mert egy ismeretlen nő megmentette őt, ellátta a sebeit, majd elvitte az otthonába. Itt tudta meg Reptile, hogy ő, akárcsak a nő, a Saurin faj utolsó tagja, egy olyan népi, akiket Shao Kahn mészárolt le, réges-rég, félvén azok természetes rejtőzködő képességétől. A nő Kameleon azt szerette volna, hogy Reptile vele maradjon párjaként, a férfi azonban akkor már betegesen ragaszkodóvá vált az uralkodóhoz, és képtelen volt a nő mellett maradni. Ezért, amikor az egy nap elhagyta a lakhelyüket, Reptile elszökött, hogy visszatérjen a császárhoz. Itt azonban csak a megaláztatás jutott neki osztályrészül a sorozatos felsülései miatt. Így, amikor néhány évvel később Reptile hírt kapott arról, hogy Shinnok, az egykori idősebb isten visszatért, a hüllő csatlakozott annak seregeihez abban a reményben, hogy az isten a hatalma visszanyerése után feltámasztja a faját. De ismét a vesztes oldal mellé állt, és Shinnok bukása után kénytelen volt visszakullogni Shao Kahnhoz. Újabb évek teltek el, mikor Shinnok szolgája, az évekkel ezelőtti harcok során eltűnt Quan Chi visszatért, és szövetségre lépett Shang Tsunggal, majd megölték Shao Kahnt. Reptile a gazdája nélkül maradt, ami gyakorlatilag minden józan eszét elvette. Céltalanul vándorolt hetekig a sivatagban, amíg Nitarában zilálódott elméje, a királynőjét nem vélte felismerni.
Arra kérte őt, hogy támadjon meg egy sárga páncélba burkolt alakot, aki azonban hamar legyőzte és elkergette reptájot. A hüllő viszont nem ment messzire, a közelben maradt is kihallgatta, amint a vámpír felajánlja a segítségét a páncélosnak, Cyrexnek. Reptile a maradék eszével rájött, hogy becsapták, és bosszú szomjasan indult a páros keresésére, akik egy barlangban tűntek el. Mikor azonban a Reptile követte őket oda, a barlang mélyén csak egy lávatavat talált, de egyetlen élőlény sem. Ekkor a tó mélyéről egy fényes villanás tört elő, és Reptile-t elnyerte a sötétség. Arra eszmélt, hogy egy orvosi laborban van a földi birodalomban, ahol is a tudósok a véréből próbáltak információkat kinyerni arról, milyen mértékben változtatja meg valaki DNS-ét az, ha egy sárkánnyal olvad egy testbe. Reptile-jal nem értette, mi folyik körülötte, de az agya kitisztult annyira, hogy végül elnyerje a helyvezetőjének, Dalgonnak a bizalmát, aki hagyta, hogy Reptile szabadon járjon az épületkomplexumban. Egy nap azonban betört egy idegen a rejtek helyre, és bár Reptile a Dalgon parancsa értelmében megpróbálta megakadályozni, hogy az idegen kövesse a gazdáját egy átjárónát, nem tudta elérni a portált nyitó sárkánynál, hogy az szüntesse meg a varázslatot, mielőtt Taven odaért volna. Reptile megpróbált szembeszállni vele, de az végül túl erősnek bizonyult a számára, és kiütötte a hüllőt. Reptile csak később tért magához, amikor is a visszatért Dalgon felébresztette és talpra ráncigálta őt, majd ráparancsolt, hogy menjen el Édeniába, és egy adott helyen várja meg, addig is csatlakozzon az ott gyülekező sereghez. Köszönöm, hogy megnézted a videót, ha tetszett, amit láttál, akkor csak egy lájkot, feliratkozni pedig így tudtok. És ugyanúgy kommentben várom, hogy ki legyen a következő karakter, akit bemutatok nektek. Következő videóban találkozunk.